Mára már minden készen állt a főutcai söffel gyűjteményben a nagyszabású rendezvényhez. A csarnokban már ki vannak állítva a francia napok programsorozathoz kapcsolódó rajzpályázat munkái is, melyen a város összes iskolája képviseltette magát, sőt érkeztek alkotások a vidéki intézményekből is. Nagyon várjuk az érdeklődőket, készülünk, a kiállítások már fel vannak téve, be van rendezve, a gyerekrajz kiállítás itt a hátam mögött, és a konferenciateremben pedig Takács Márton kiállítása. Nikolás Söffer Kalocsán született, Söffer Miklós néven, de 1936-tól Párizsban élt és alkotott, ott vált világhírű művésszé. Ez a kötődésünk Franciaországhoz, és ezért szeretnénk ezután is minden évben megrendezni a francia napokat a gyűjteményben. Rendhagyó módon idén leginkább gyermekcsalogató programok lesznek a két nap alatt, ahol többek között kézműveskedés várja majd a kicsiket. Holnap is óvodások jönnek hozzánk délelőtt, és szombat délelőtt is várjuk a családokat. Készültünk előadásokkal. A gyerekrajzpályázatunknak a díjátadójára várjuk szombaton az érdeklődőket, nem csak a díjazottakat, hanem minden pályázó kisgyereket. Süteménnyel készülünk nekik is egy filmvetítéssel. A rajzpályázat igen népszerű volt a gyerekek körében, több mint 100 alkotás érkezett be, a legjobbakat a szakmai zsűri válogatta ki. Nagyon sok pályázat érkezett, 117 rajzot kaptunk. A szakmai zsűrinek nehéz dolga volt, hogy kiválasszák a legszebb, legjobb munkákat, ezért az első három helyezetten kívül egy külön díjast is választottak, és mivel még így is nagyon-nagyon szoros volt a verseny, meghirdettünk egy internetes szavazást, ahol egy közönségdíjas gyereket választottunk ki. Tehát alsó tagozatos és felső tagozatos kategóriában is 5 gyereket díjazunk. A kiállított pályamunkákat egész nyár közepéig tekinthetik meg az érdeklődők a Söffer gyűjteményben.